Az van ezzel a Magyar Kupával kapcsolatban, hogy nálunk az MTK-nál mindig azt vettük figyelembe, hogy ilyenkor a fiatal tehetségeknek adunk játékpercet. Mai napon is így döntöttem, hogy sok fiatal játékos, van olyan játékosunk is, aki ma lépett először a felnőtt csapatba, három játékosunk is van ilyen pályára. Az első fél időben a Kisvárda két pontrugás után megszerezte a vezetést, akkor nyilván ezt az egész mérkőzést befolyásolta ez a tényező. Utána szép lassan tértünk magunkhoz, úgymond a fiatal játékosok kezdtek rutinosabbá válni, és akkor már második fél idő végére már rendben volt a játékunk. Nyilván mai napig láttátok a kezdőcsapatot, hogy már a szombati mérkőzésre is kellett gondolnom, hiszen vasárnap játszottak a srácok egy nagyon nehéz mérkőzést, és ugye most utaztunk Kisvárdára, megyünk haza. Nyilván szombatra azt szeretném, hogy még frissebbek legyenek a játékosok, hiszen vasárnap, szerda, szombat, hat nap alatt három mérkőzést utazással együtt, ezt meg kell oldanom. Tudtuk, hogy a Kisvárda egy nagyon erős csapat, úgy is álltunk bele a meccsbe, ahogy látni lehetett a kezdőnkben, rengeteg fiatal volt. Igyekeztünk mindent megtenni, sajnos a fiatalságunkba adódóan hibákból gólt kaptunk, pontrugások után nem figyeltünk eléggé rendesen. Utána próbáltunk játszani, próbáltunk focizni, néha szép játékokat tudtunk összehozni, egy-kétszer eljutottunk a kapujukig is, még az első fél időbe is. Igyekeztünk, csak ugye utána rárukták a harmadikat, rárukták a negyediket, azért az egy fiatal játékosnak, mint a csapat nagy részének mentálisan nem nagyon tud segíteni. Ez látszott rajtunk is, egy kicsit összeestünk, de a végére úgy gondolom, hogy stabilizálódott megint a játékunk, próbáltuk a kis játékokat erőltetni. Sajnos ez egy csúfvereség volt így eredmény szempontjából. Nagyon örültem az első úgymond hivatalos gólomnak az MTK színeiben. Hát ugye szépítési találat volt, idő nem volt nagyon örülni, mert ugye 4-0-ra vezetett az ellenfél. Nyilván boldog vagyok, meg emlékezni fogok erre a gólomra, de igyekszem minél hamarabb megtalálni a következőt, és az remélhetőleg győzelemmel fog társulni. Nagyon veszélyes Lokira számítok hétvégén. Ugye sikerült pihentetni most a kezdőjátékosaink többségét, reméljük, hogy jól fogunk kijönni abból a hétvégi mérkőzésből.